vannak elégedve a játékával, mint a szakvezetők, mint pedig a közönség, a szurkolók. Harcias, erőszakos játékos, aki gólokat is szerez csapatának. Tudornak kellett védenie a 9. percben. Polonkai eresztette meg egy löketet 16 méterről. Egyelőre az Újpest játszik aktívabban. Tudornak kellett ismét biztosítania. Szanyó. Szöglet. Dvéri. Ő nem ismeretlen Újpesten. Ez jó, Szabó Tibor Vlaszák fogja a labdát. A 15. percben járunk, és feljegyezhetjük az első. Dvéri. Hercegfalvi ugrik ki, nincs les, Hercegfalvi Vlaszákot elfektet, 1-0-ra vezet a videótom. A 25. percben Hercegfalvi Zoltán lépett ki. Nem volt les, Vlaszák kijött a kapujából. Egy lövőcsellel elmozdította az újpesti kapust, és a kapu közepébe gurította a labdát. Hercegfalvi Zoltán harmadik gólját szerzi a videóton színeiben, és ezzel 1-0-ra vezet a Vidi az Újpest otthonában. Sinek. Polonkai, Nagy Gábor felé, Tudor! Ez most szép akció volt az újpestiektől. A védő Nagy Gábor húzódott előre, és a Polonkaitól kapott labdát lőtte Tudor kapujára. Polonkai. Kovács Zoltán, nem volt veszélytelen. Tudornak kellett figyelnie, Kovács Zoltán csúsztatott háttal a kapunak. Tudor védett. Tóth Borást csapja be. Két fehérvári játékos zavarja egymást, Magasföldi és Koller. Kovács Zoltán fölé. 18 méterről vette célba a fehérvári kaput. A labda azonban a kapu fölé és mellé szállt. Magasföldi. Tóth Borázs egyből tovább perdítette Szabó Tibor felé, aki megindul középen. Szabó Tibor lopja a távolságot, aztán Medvedhez passzol. Medved, gyönyörű lövés, Vlaszák. És nem ért hozzá a kapus. Úszott a levegőben Vlaszák Géza, de nem kellett beleérnie, mert a labda a kapu mellé szállt. Kovács mellé! A második félidő első percében óriási újpesti lehetőség. Kovács Zoltán azonban a kapu mellé lövi a labdát. Simek mellé! Rossz helyre a felszabadító fejes. Erős Károly 17 méterről tüzelt, de labdája célt tévesztett. Marad az 1-0-ás videóton vezetés az 54. percben. Kovács. Simek. Kulcián mellett elmegy. Simek még. Erőst hozza játékba a jobb oldalon. Krisztics lábáról pattan a labda szögletre. Rósa. Terjánszki ügyesen csapta be, Tokodi. Tudor fogja a labdát. Nincs les. Hercegfalvi. Hercegfalvi még. Medved 2-0-ra vezet a videótom. Egy labdaszerzés után
Megindulnak a piroskékek, az újpestiek Lesre játszottak, de nem volt Les, Hercegfalvi húzott el, betört a 16-oson belőre, aztán nagyon okosan visszagurított az érkező Tomás Medved elé, akinek nem volt nehéz dolga, hiszen csak az üres kapuba kellett pofoznia a labdát. A 75. percben 2-re növeli a Vidi találatai számát. Tudor remek ütemben jön ki kapujából. Rósa Henrik szépíthetett volna. Rósa. Kovács Zoltán teljesen üresen Tudor mellett elviszi a labdát, és elesik 11-es. Tudor hozzáért. Érzésem szerint Kovács Zoltán tovább is vihette volna, pontosabban nem kellett volna elesnie, hiszen elérhette volna a labdát. És akkor akciógólt szerezhetett volna, hiszen üres volt a kapu. Daniel Tudor sárga lapot kap, az Újpest pedig büntetőt végezhet el. Na, nézzük az újpesti 11-est. Gól 2-1. Szanyó Károly a kapu jobb oldalába helyezte a labdát a balra mozduló Tudor mellett. És így szépít az Újpest. 2-1 az eredmény. Egészen pontosan a 81. percben. Most akkor jó lesz vigyázni, hiszen